Sziasztok, Ádám vagyok, a tekető.hu-t nézitek, és az új Acer Aspire V15 Nitro Black Edition-t látjátok, ami az Acer második generációs Nitrója, ez a 15,6 hüvelykes modell, ami akár 4K kijelzővel is elérhető. Ez éppen elvileg pont a 4K-s verzió, ami IPS panelre épül, ennek köszönhetően például felülről is teljesen jól látszik minden, nagyon szépen. A fényerő egészen nagy, illetve matt felületű kijelzőnk van. Felül webkamera, ami HD felbontású sztereó mikrofonnal, alul látható a csukló, ami fémborítású, ez egészen kellemesen néz ki, illetve itt van egy piros ledes világítás is. A V-Nitro ugyanúgy megkapta ezt a soft touch borítást, ami az előző generáción is volt. Itt a Black Edition felirat megtalálható a touchpaden, illetve itt van a világító billentyűzet, ami piros színben fog világítani. Természetesen rendelkezik külön numerikus paddal, az Acer új készülékeinek megfelelően ide is a jobb felső sarokba került bele a bekapcsoló gomb. Az eredeti Nitro csíkozott felületét örökölte a fedlap ezúttal is, ami egyébként teljesen jól néz ki. Megnézzük oldalról, egy kellemes, vékony multimédiás notebookról beszélünk, ami elég sok csatlakozóval rendelkezik, hiszen van egy 2 darab USB 3.0, egy USB-C, ami Thunderbolt 3 támogatással rendelkezik, van HDMI RJ45 töltőcsatlakozó, illetve a másik oldalon látható, hogy van jack csatlakozó, SD kártya olvasó, USB, ez már csak 2.0-as visszajelző, viszont például az optikai meghajtó az már kimaradt, hiszen annyira nincs erre szükség a gépben. Alul a 4 darab hangszóró kivezetését is megtaláljuk, hiszen összesen 4 hangszóró került bele, valamint ütést, viszont már az akkumulátor az beépített a készülékbe, tehát azt nem lehet kivenni. Maga a kijelző, ahogy mondtam is, egészen szép, kellemes. Hogyha megnézzük magát a készüléket, akkor látható, hogy ebben már van dedikált grafikus mag is, méghozzá a GeForce GTX 960M. Maga a készülék felbontása, ahogy mondtam, 3840x2160, azaz 4K, ez nagyon szépen is néz ki ráadásul ezen a matt felületen, hiszen kellően nagy a fényereje a készüléknek, ezáltal nagyon kellemes. Ebben a modellben, amint látható, van egy SSD, illetve egy HDD is, hiszen lehetőség van erre is. Az új Intel Core i5-6300HQ processzor van, tehát 4 magos processzor van benne, 2,3 GHz-es órarejjellel, illetve 8 GB RAM-mal. Ez van tehát az új, most az IFA 2015-ön bemutatott Acer Aspire V15 Nitro új Black Edition kiadása. Kövessetek minket továbbra is a tekettőn. Sziasztok!